20 férőhelyes két tantermes bölcsődét adtak át a Párkány melletti Nánán szeptember 30-án. Az új létesítménybe Párkányból, Szőgyénből és Ebedről is járnak kisgyerekek. Az új bölcsődében a gyerekekről 7 tagú személyzet gondoskodik, az ebédet a helyi óvodából hozzák. Az intézmény 755 ezer euró állami támogatásból épült meg, 2 tanteremmel, pihenőkkel, kiszolgáló helységekkel. Szülők keresik, mert sajnos el kell nekik menni munkába, pénzt keresni, és a gyermekeiket nem tudják hova tenni. Ettől a 1 évtől 3 éves korig, amire alapítottuk ezt a bölcsödét, és nagyon remélem, hogy ki lesz használva. Az új nánai bölcsődébe a környékről is írattak már be kisgyerekeket. Már most van beíratott gyerkőcünk Szőgyénből, Ebedről, Párkányból, úgyhogy nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy csak Nánáról várunk szülőket, gyerekeket, mindenkit sok szeretettel fogadunk és várunk. A nánai bölcsődébe évközben is be lehet iratkozni, egyelőre 7 gyermekkel indul a tanév. Először is nyílt napot tartanak, és a szülőket is bevonják a programokba.